július 1-e helyett 2023. január 1-től lesz kötelező az elektronikus permetezési napló vezetése. Sabján Krisztián, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala-megyei elnöke arról tájékoztatta híradónkat, hogy a Kamara és a Magosz június végén egyeztetett Nagy István agrárminiszterrel. A szervezeteknek 4 jelentős kedvezményt sikerült elérniük a tárgyalás során. A növényvédelmi tevékenységről szóló rendelet módosítása értelmében az online permetezési naplóval a gazdáknak részletes digitális bejelentési kötelezettsége lett volna, mielőtt elkezdik a növényvédőszerek használatát. A kedvezményeknek köszönhetően az érintetteknek lesz idejük felkészülni az új szabályra. Ezen kívül majd csak a legkockázatosabb rovarölőszeres kezeléseket kell bejelenteni. Többeket pedig felmentettek a kötelezettség alól. A harmadik komolyabb eredményen úgy gondolom, hogy kizárólag a szántóföldi növénytermesztőket érinti majd a kötelezettség, tehát nem mindenkit, csak a szántóföldieket. És ami még nagyon fontos, hogy a kisebb gazdálkodók adminisztrációs terheinek is úgy gondoljuk, hogy érdemes, hogy csökkentve legyenek, és 2023 évtől induló közös agrárpolitikai hazai szabályozásaihoz igazodva, ez a 10 hektárnál kisebb területet művelő gazdák is mentesülnek a kötelezettség alatt.